Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most ebben a videóban nem más lesz, mint egy faluba fogunk betekintést nyerni itt a Minecraftban, ugyanis nemrégiben hallottam egy elátkozott féle faluról, ahol elvileg van egy furgon, és abban van valami elátkozott személy. Nem tudom, hogy pontosan kiről van szó, lehet, hogy nem is túl jó dolog, hogy én ezt is ki akarom deríteni, de az ember kíváncsi, és ha az ember kíváncsi, akkor elkezdi hajtani az az izé, hogy lehet, hogy meg kell nézni, hogy mi is van ott. Erről a faluról van igazából szó, és hát nem tudom, hogy igazából hol kéne itt keresni így a izét, amúgy, ja, ott van, ó, királyság, ott van a furgon. Amivel vannak itt chestek, legalábbis igen, ott, itt láttam egy chestet, ott láttam egy chestet, meg ott is láttam egy chestet. Én ezeket, ó, átnézem, itt van ópialma. Na, a házakon belül nem tudom, hogy, hát nem. Ahogy látom, itt a házakon belül nem nagyon vannak cuccok. De jó, akkor én ezeket a chesteket gyors átnézem, legalábbis. Ú, mennyi van itt, halljátok, rettentő sok chest, itt vannak nyilak. Oké, ez annyira azért nem rossz dolog. Itt van még több ópialma, itt még több ópialma. A házakat akkor nem tudom, hogy nem kell átnézem, ott van a furgon. Nagyon-nagyon, itt van még egy csesz, nagyon izé ijesztően néz ki, ez egy íj. Na, egész jól állunk, van már egy íjunk meg 55 darab ópialmánk. Akkor a város ezt, a városnak ezt a részét szerintem így akkor átnéztük, ott van még egy láda. Hát ja, most akkor mindegy, mi szétlútolom szépen magamat. Mert hogyha ott van egy elátkozott szörny, akkor nem azért mondom, de biztos, hogy kell oda valami alapfelszerelés. És ahogy látom minket, azért legalább el is látnak valami alapszintű felszerelésekkel. Mondjuk ezeket a szeplingeket nem tudom, hogy miért hozom magammal, de mindegy, ez nem kell. Ó, gyémántkard, na, kezdünk jól állni, kezdünk egyre-egyre jobban állni, srácok. És ó, gyémántcsisak. Na, mindjárt azért, aha, igen, így is van itt a gyémánt csizma. Akkor meg kell lennie valahol a gyémánt diaszetnek. Itt van még egy kovács, azért ide is benne, nem, ez még ugyanaz a kovács. Igen, itt nem volt, azt megnéztük, jó. Ezt szerintem még nem néztük meg, ha igen, ez egy gyémánt naci, és talán azt nem néztem még meg, de ezt megnéztem. Na várjátok. Itt sincsen, valahol a gyémánt mellest kéne megtalálnunk, srácok, és akkor egész jó, aha, ott van még egy láda, szerintem, jó, meg is vagyunk, okés, gyors kajálok, kicsit elrendezem így a cuccokat, mert mégiscsak akkor úgy menjünk oda, hogy felkészültek vagyunk, és akkor mindenre készen állunk, úgy vagy, hogy igazából teljesen készen állunk. Hú, érdekes ez a furgon, mondjuk, az biztos inkább hasonlít jobban egy dinóra, vagy nem tudom mire, így az őskorból, vagy mindegy. Sehol egy ablak, hogy legalább benézek, sehol semmi nincsen. Talán itt az ajtó, hát nem látok itt semmit igazából. Jól van, hát akkor nem tudom. Lehet, hogy nincs itt semmi, srácok. Lehet, hogy semmi nincs itt. Semmi nincs itt, srácok. Lehet, hogy mi át lettünk verve. Itt semmi nem volt. Nem, itt semmi nem volt. Lehet, hogy nem. Semmi nincs itt, srácok. Lehet, hogy láthatatlan. De akkor nem hiszem. De ez konkrétan full üres volt ez az egész, srácok, és itt senkit nem találtunk. És itt amúgy le is van izélve itt bedrokkozva. Ki engedtél? Mi van? Nem már, ne. Én nem akartam kiengedni, senki nem volt, srácok. Akkor lehet, hogy nekem volt? Végre. Ne. Nem már, én nem engedtem ki senkit, én nem akartam kiengedni. Nem hiszem el, miért? Hogy? Hogyan tudtam kiengedni, srácokat? Nem volt ott bent senki. Szabadság. De jó, hát királyság, akkor kiengedtem a nem tudom, veszedelmes gonoszt, és nem tudom, hogy mit akar most csinálni. Hallod? Hallasz engem? Vagy nem tudom, hallod? Én engedtelek ki az adósom, vagy valaki? Halló? Kedves szörnyetek, aki be volt zárva a furgonba, nem akarsz válaszolni? Ott van, Herobrine, nem már! Most komolyan Herobrine-t engedtük ki, srácok? Nem hiszem el, ott se voltál, köszönöm, persze köszönöd, menj vissza! Nem akartam, menj vissza szépen, hallod? Ott bent ott vár a sok jó dolog, meg minden, hallod? Nem kell neked bosszú. Lesz, hogy bosszú. Mit akarsz te bosszút állni, hallod? Te között villámozni, értem.
Tehát most, de várj, most te rajtam, most ez komoly? Most ez komoly, srácok? Kiengedtem és bosszút akar állni, mert kiengedtem? Hallod? Menjél inkább vissza a izédbe, a furgonodba, onnan kiengedlek. Én nem akartam ilyet csinálni, én csak meg akartam. Most ez komolyan itt fog engem dobálni? Én nem akartam ilyet csinálni. Jó. Oké, hát én felem ezt eljátszogathatjuk. Én bemegyek ebbe a házba, azt túlélem. Szia! Hello! Engem itt nem fogsz elkapni bizony. Ez be fog jönni. Ez fix, hogy be fog. Aha. Hello! Szia! Hello, figyelj már, nem beszélhetnénk ezt meg, nem akarsz visszamenni véletlenül. Oké, értem, ez egy határozott nemnek tűnik, jó. Herobrine, figyelj már, tudom, hogy te gonosz vagy, tudom, hogy te nem vagy jó fej, tudom, hogy semmit nem ér az, hogy én most itt próbálok téged meggyőzni, de én úgy voltam vele, hogy talán ne, de, mi az, hogy de? Hogy érted azt, hogy de, Herobrine, én? Mi az, hogy vagyok, igen. Ki vagy? Igen, a. Ki vagy? Vald be! Ki vagy? A legjobb. Az igen. Nem, mert én vagyok a legjobb. Legjobb fej? Aha, te nem vagy legjobb fej, te itt igázod be az univerzumokat, meg minden. Én vagyok a legjobb fej, aki megvédi az univerzumokat. A többi. Mi többi? Ember. A. Szolgád? Mi baj azt írja, hogy szolgám? Rossz. Ja, jó, oké. És mi lenne? Mit szólnál ahhoz, hogyha jó lennél? És nem kéne mindig gonoszságokon törned az agyadat, és szépen visszamennél abba... Oké, rendben, hát ez... szerintem nem azért mondom, de srácok, én nem fogom tudni vele ezt nagyon megbeszélni, vagy megbeszélni... Na jó, igen, konkrétan nem bírom ezt én vele lefolytatni ezt a vitát, mert... dobálózik azokkal a tűzgolyókkal, amik nem igazán tetszenek. Herobrine, hallod? Felgyújtja a falut, nem már! Szegény izék falusiak, akik gondolom minden elmenekültek, vagy nem tudom. Hallod? Herobrine, legalább megbírom őt ölni, vagy valami? Nem bírom. De jó, tök jó. Látod, így lőlek, azt lepattan a így. Látod, ez így tök király. Most te komolyan megütöttél? Te most komolyan megütöttél? Mit ütögetsz? Jó, megbírom ütni, lol. Szerintem menekülj, lol. Elbírom lőni. Megbírom őt ütni. Srácok, te király már. Na mi van? Eldobta izét. Dobd el a kardodat. Dobd el a kardodat. Dobd el azonnal a... De, dobd el. Na, az dobd el. Azon... Dobd el, vagy lelőlek. Dobd el, vagy... Most azt kell, hogy megöljelek. Herobrine. Na, dobd ide. Úgy van, na. Szépen most hódolj be. Most szépen hódolj be. Most mondd azt, hogy Dani a legjobb. Amúgy vicceltem. Na, ez véletlen volt, bocs. Mondd azt, hogy Dani nézői a legjobb. Na, most szomorú vagy. Mondd azt, hogy Dani nézői a legjobbak. Gyerünk, ide írd le egy táblára. Írd le egy táblára, Dani nézői a legjobbak. Ezt ide írd le. De, írd le. Az... Herobrine, szétütlek. Vegyél elő egy táblát, és írd le. Dani nézői a legjobbak. Ja, úgyis jó, hogyha írod. Dani, igen, hallgatom. Nézői, hallgatom, igen, mondjad szépen a legjobbak. Így kell mondani, a legjobb, azaz. Csodálatos, na, tűnés vissza az izédbe, a bázisba, vagy mi annak a neve. Kapsz egy jó piamat ezért, hogy nehogy meghalj. Azért nem akarom megölni Herobrine-t, mert nem tudom, hát hogyha már itt volt ebbe a izébe, furgonba, akkor csak nem kéne megölnöm, vagy gondolom csak elég visszaállnom. Hú, de ne ütögess te engem. Menjél szépen vissza a furgonodba, ahol be voltál zárva. Nem tudom, mennyi időt voltál itt, de még itt lesz egy jó pár éve. Gyerünk szépen nyomás vissza. De mit erősködsz? Húzzál vissza. Úgy van, ott szépen fel a létrán, én nem akarlak. Nem, dehogy nem. Jó, meg foglak ölni. Látod, most ki a menőbb? Na, most ki a menőbb, amikor én fenyegetlek? Na, szépen vissza a furgonba. Ott van benne izé. Látod? Na, gyere be. Gyere. Jaj, ne úgy engem zárjon be. Azért szó, most komolyan elfutsz, Herobrine, menjél vissza. Na, úgy van, szépen be. De, nem hiszem el. Mennyit kell? Na, végre. Herobrine, ne játszadozzunk. Menjél be, vagy lelőlek, jó? Gyerünk, menjél be, vagy lelőlek. Most ez az utolsó esély. 5-től visszaszámolok, és meghalsz. 5, 4, 3, büdös. Na, hát tessék, itt lesz egy kis ópialma, az tisztít. Vagy mit tudom én. Na, azaz, menjél szép. Így is van. Na,
Tökéletes neked itt, látod? El leszel te itt még jó pár évig. Na, srácok! Sikeresen visszazártuk, ne, dehogy nem, szia! Sok siker... Várja, itt a kart, ezt le is töröm, hogy többet senki ne tudjon le kiengedni téged. Na, srácok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt tartotok velem ebben a videóban. Hogyha tetszett, csapostak egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk legközelebb is, én Dani voltam, és még egyszer köszépen, hogy itt voltatok. És köszépen a 13 000 feliratkozót is. És ja, sziasztok és jó pihenés, sziasztok! Ha szeretnél a csatorna tagja lenni és teljes jogúan úgymond bekerülni a mi kis csapatunkba, akkor ezzel a csatlakozás gombbal itt megteheted, rámész erről, hogy csatlakozás, itt van, hogy miket fogsz kapni ezzel, ezzel is ugyanúgy tudsz engem támogatni, és még tovább fent tudom nektek tartani a csatornát.